Jó estét kívánok! Köszöntöm a természetkedvelőket, a növény- és állatbarátokat. Tavaszi munkák a kertben, a víz világnapja és az év vadvirága. Ezek szerepelnek a mai zöldövezetben. Nézzük képes tartalomjegyzékünket. Itt az ideje a tavaszi kinti munkáknak. Kertünk díszei a hálás egynyári virágok, amelyek gondozását a Berecki Máté szakképzőiskolában mutatták meg. Baján több más program mellett konferenciát is tartottak a víz világnapján, amelynek központi témája a szennyvíztisztítás és a vízminőség volt. A hazánk egész területén megtalálható hóvirág győzött az év vadvirága szavazáson. Ez a mai ajánlatunk, tartsanak velünk! Itt az ideje a tavaszi kerti munkáknak. Hálás növények az egynyári virágok. Ezek legtöbbje a vetés évében folyamatosan virágzik, majd ősszel elhal. A lassúbb fejlődésűeket már január-februárban szokás elvetni, a gyors fejlődésűeket elég áprilisban szaporítani, mert 2-3 hónap múlva már nyílnak. A Berecki Máté szakképzőiskolában mintegy 20 000 darab növénnyel dolgoznak. Hosszú volt a tél és nagyon hideg, de a Bereckiben megpróbálják minél előbb előcsalogatni a tavaszt, mondta az iskola szakembere. Már januárban elkezdődtek azok a magvetések, aminek az eredményét most itt lehet látni nálunk az üvegházban, hiszen most már szépen felcseperedtek itt a növényeink, és ugye tulajdonképpen, hogyha most már valóban ránk köszöntött a meleg, és ez így meg is maradt tartósan átmeneti kis lehűlésekkel, akkor most már itt van az ideje az enyhári növények kiültetésének, és hát reméljük, hogy egy kis kedvcsináló lesz ez a mai kis látogatás itt nálunk, hiszen van egy csomó szép növényünk, amivel most már tavaszt lehet varázsolni otthon. Milyen növényekről beszélünk konkrétan? Ezek főleg magról vetett egynyári növények, amelyeket ugye tavasszal kiültetünk, és egészen őszig szépen díszítenek a virágágyásokban, ládákban, cserepekben, illetve hát vannak olyan egynyáriként használt eredetileg évelő növények, mint például ugye a muskátlik, amelyeket szintén ugye balkonnövényként ablakládába ki lehet szépen ültetni. Nevezzünk meg még virágokat, növényeket. Nagyon sok egynyárit szaporítottunk, ha most így csak egy pillantást vetek itt az üvegházra, akkor van nálunk itt ilyen, hogy cserjés margaréta, petúnia, vízifuxia, ternye, díszcsalán, levéllel díszítők, virággal díszítők, szép ámpolna növények, amelyek itt találhatók, különböző pletykafélék is, amik egynyáriként balkonra kitehetők, tehát nagyon sokféle virágunk van. Az előzetes beszélgetés során egy hihetetlenül nagy számot mondtál, hogy hány növénnyel dolgoztok. Igen, hát itt körülbelül 20 000 egynyárit állítottunk elő a télen. És ezt hol termesztitek? Most itt vagyunk ugye a fóliasátorban, de elég nagy az udvaratok, kertetek még itt az iskolában. Igen, hát a hideg időszakban ugye a magvetés az itt történt ebben a fűtött fóliasátorban, ahol ugye a diákjainknak a segítségével, és hát természetesen az őket irányító szaktanárok és a nagy tapasztalattal rendelkező technikai dolgozók segítségével indult itt tulajdonképpen a szaporítás, és most, hogy már a növények ennyire megnövekedtek, most az üvegházba, a mellettünk lévő üvegházba kerülnek át, hiszen szét kell őket rakni, hogy még az elkövetkezendő hetekben még tovább tudjanak fejlődni. A tanárokon kívül a diákok is természetesen részt vesznek ezekben a munkafolyamatokban. Hányan dolgoztok ezekkel a növényekkel? Tehát milyen munkaerőt igényel ennyi sok növény? Sok munkaerőt igényelne, amivel azért ugye kicsit szűkösen vagyunk már dolgozók és diákok tekintetében is, pedig ez egy nagyon szép szakma, és a mi kertészeink ugye szívesen dolgoznak itt ezekkel a növényekkel. Ők alapvetően nem dísznövénykertészek, hanem általános kertészek, tehát ők emellett foglalkoznak szőlőtermesztéssel, gyümölcs és zöldségnövényeknek a termesztésével is. Tehát itt a virágok nevelése mellett azért itt mennek a tavaszi metszések is folyamatosan. És hát ilyen módon próbáljuk meg akkor így közösen megoldani ezeknek a növényeknek az előállítását. A kertésztanulók éppen fehér begóniát ültetnek eladásra. Először a földet beletesszük a cserépbe, kicsit letapogatjuk, a két ujjunkkal csinálunk egy nagy lukat, és meg itt, itt az alján, itt megnyomjuk, és így szépen ki lehet szedni ilyen kis földlabdába,
így rendesen beletesz, négy ujjunkkal így lenyomjuk, itt fogunk földet, és ugyanúgy is leveszünk róla a földet is. És ez a föld már elég nedves, ezt kell még külön locsolni? Ez már be volt locsolva, és akkor ezt összekeverjük egy ilyen trágyázott földdel, az már fönt volt az asztalon, mert magában nagyon vizes a föld. Amiket itt láthatunk virágokat, melyiket hova javasoljátok, mik ezek? Hát ezek egynyári virágok a legtöbbje, és azt a rózsaszín virágot, ami ott van, azt inkább kertekbe ültetik, de lehet balkonládába is, ilyen 40-50 centi magasra nő, és félárnyékba és napra is mehet. A kék virág, ami itt van, ez egy félcserje, az ausztrál százszorszép, amely szintén ültethető sorba, ágyásba, lehet balkonládába is ültetni, és télre be lehet vinni, és akkor megmarad. A sárga virágú, ez egy futó növény, amit szintén balkonládába lehet ültetni, valamint ilyen függesztős cserepekbe, és felakasztani. Hát ki a kertbe, oda nem, mert ott szétfut, és akkor össze lehet ültetni ezzel a mellette levő plektrantusszal, vagyis szúnyogriasztónak hívjuk, mert a szúnyogokat elriassza az illata, és akkor egy nagyon szép együttest ad összeültetve. Mi lesz a sorsa ezeknek a virágoknak, növényeknek? Természetesen ugye sokat állítottunk elő, úgyhogy szeretnénk egy nagyon szép megjelenést, árusítást a bajai kertészeti vásáron majd, és természetesen várjuk a vevőket ezekre a növényekre. Az egynyári növények mediterrán, illetve trópusi vidékeken honosak. Ebből következik, hogy ezek a virágok fagyérzékenyek, kiültetésük a májusi fagyos szentek elvonulása után ajánlott. A víz világnapjához kapcsolódóan több program közül is választhattak az itt élők. Például nyílt napok, játszóház és rajzverseny várta a gyerekeket és a felnőtteket, a szakmabeliek pedig konferencián vehettek részt. Az előadás sorozatot a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei területi szervezete és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szervezte meg. Szennyvizek, tiszta vizet. Ez volt a mottója az idén a Vízvilágnapjának. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a szennyvíz mennyiségének csökkentésére, illetve a keletkező szennyvíz újrafelhasználásának növelésére. A bajai rendezvényen szintén ezekről volt szó. A résztvevőket házigazdaként Mándics Milán köszöntötte. Az előadulés alapvető célja, hogy az aktuális szakmai témákról, aktualitásokról tájékoztassuk a hallgatóságot. A természetközeli szennyvíztisztítás módszeréről beszélt dr. Dietrich Ernő. Ezek közé tartozik például az úgynevezett gyökérzónás eljárás, ami Európában nagyon népszerű, hazánkban viszont nem sok helyen építették ki. Ahol viszont megtervezték, ott jól működnek, ezekre mutatott példákat dr. Dietrich Ernő. A rendszer több dologban is eltér az úgynevezett műtárgyas technológiáktól. Próbáljuk minimalizálni a bevitt villamosenergia mennyiséget. Nem minimálisan használunk, vagy egyáltalán nem használunk berendezéseket, gépeket a szennyvíz tisztításához. Nem használunk vegyszereket, kemikáliát, hanem kontrollált folyamatok között megpróbáljuk a természetes folyamatokra bízni a szennyvíznek a tisztítását. A biokémiai folyamat, ahogy a szennyvíz tisztul, az egy modern műtárgyas technológiában teljesen ugyanaz, mint egy természetközeliben. Annyi a különbség, hogy mesterséges úton ezeket nem intenzifikáljuk, nem turbózzuk fel. Tehát most például, hogyha mondjuk hasonlítunk egy eleveniszapos szennyvíz tisztítási eljárást, ami egy modern műtárgyas technológia, mondjuk egy tavas szennyvíz tisztítással, ami természetközeli, akkor ha nem is teljesen, de hasonló folyamatok zajlanak le a kettőbe, csak az egyikben egy nagyon koncentrált, nagyon intenzív
folyamat együtt ez zajlik le, mert ezt képészettel, légbefúvással, keveréssel nagyon intenzíven fenntartjuk. Még egy szigetelt szennyvíztisztító tóban az a biomassa koncentráció, ami ugyanezt a lebontást végzi, az jóval kisebb koncentrációban van jelen. Tehát tulajdonképpen hasonlóan zajlanak le a folyamatok, mint egy normális természetes tóban. Az Európai Uniós pénzeket jól hasznosította az ország, sokat fejlődtünk ezen a területen, de bőven van még mit csinálni, mondta a szakember. Azt nem szabad gondolni, hogy a természetközeli megoldások a modernek és az egyéb műtárgyas technológiákhoz elavultak. Az alaphelyzet az az, hogy vannak olyan telepméretek, vagy olyan tisztítási feladatok, ahol a természetközi eljárások lehetnek versenyképes alternatívák, de egyébként a nagy települések szennyvíztisztításai, azok feladatai továbbra is mindig modern műtárgyas technológiákkal oldhatók meg. Alapvetően van még feladat, de most 2015-ig azért a javát megcsinálta az ország. Természetesen tökéletes sosem lesz, természetesen Németországhoz képest nagyon le vagyunk maradva, de azért azt gondolom, hogy az alap szennyvíztisztítási alapkörnyezetvédelmi igényeknek megfelelő szennyvíztisztítást körülbelül a 90-95%-ban már az ország elérte. Az uniós csatlakozás során hazánk vállalta, hogy a szennyvíz elvezetés és tisztítás terén fejlesztéseket hajt végre 2010 és 2015-ös határidőkkel. Az adóvizék területén ezek megvalósultak, ezekről beszélt Fábik Éva. Legfőképp gyűjtőrendszerek bővítésére, új hálózatok kiépítésére, meglévő telepek kapacitás bővítésére került sor, és 5 darab új tisztítótelep megépülésére. Ezeket Dávodon, Kunadacson, Hercegszántón, Nagybaracskán és Jakabszálláson építették meg korszerű technológiával. Abban korszerűbb, hogy tudja teljesíteni a szabályozások által előírt paramétereket, tehát a tisztított szennyvízre előírt kibocsátási határértékeket tudja tartani. Költséghatékonyabb, energia szempontjából is kedvezőbbek az üzemeltetésüket, tehát úgy kellett megtervezni, hogy ugye az üzemeltetésük hosszú távon gazdaságos legyen. A meglévő telepekkel probléma volt, hogy leamortizálódtak, felújításuk, intenzifikálásuk gazdaságtalan lett volna, a műtárgyak, gépészeti berendezések, régiek elavultak voltak. Ugye igény merült fel, hogy a gyűjtőhálózat bővítésre kerüljön, ez természetesen a telep kapacitás bővítését tette szükségessé. Illetve amit említettem, hogy a kibocsátási határértékeknek nem mindig felelt meg a telep, és ez miatt esetleg vízszennyezettségi bírság kiszabására került sor. A vízügyi igazgatóság a területükön található felszíni és felszín alatti vizek kezelője, így felel azok mennyiségi és minőségi állapotáért, mondta Fehér Gizella. Vízkeretirányelv tipológiája szerint a területünkön főleg mesterséges és erősen módosított vízfolyás, víztestek vannak. Ezeknek a mennyiségi monitoringját a vízügyi igazgatóság végzi, a minőségi monitoringot a kormányhivatalok laboratóriumai végzik, de az állapotértékelésben, ha nem érte el a jó állapotot a vízfolyás, akkor az intézkedések tervezésében a vízügyi igazgatóság is részt vesz, és a minőséggel kapcsolatban még meg kell jegyezni azt, hogy bár a vízminőségi monitoringot nem mi végezzük, a kezelőnek fontos ismerni az aktuális vízminőséget, hiszen vizet szolgáltatunk, vizet vezetünk le, és így a vízfolyások állapota időszakosan változhat minőségileg, és ezt ismernünk kell. Kezelői vizsgálatok kapcsán, főleg kisvizes időszakban nézzük a vízminőséget, ilyenkor gyakran alakulnak ki oxigénhiányos állapotok a növényes csatornákban, vizsgáljuk a szennyvízbevezetések hatását a befogadókra, ilyenkor a bevezetés alatt, fölött és a vízfolyás hosszávényében mintázunk, és így kísérjük figyelemmel a szennyezések hatásait. Sok információ áll rendelkezésre, hiszen már évek óta figyeljük, tehát nyomon követjük a vizek állapotát,
Ugye nagyon divatos téma a klímaváltozás. Én biológusként talán azt emelném ki, hogy ez a vizekben is jelentkezik. Idegenhonos növényeknek a megjelenése, térhódítása kapcsán néhány csatornánkban kezdenek tömegessé válni ezek a melegigényes növények, tehát nyomon követhetőek ezek a változások. A Vízvilágnapját 1993 óta minden év március 22-én tartják meg. Célja, hogy ráirányítsák a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. A hóvirág lett az év vadvirága 2017-ben. A címért egy kevéssé ismert, egy újrapróbálkozó és egy közismert növény indulhatott, vagyis a mocsári gólyahír, a turbánlilium és a hóvirág. A szavazást végül az utóbbi nyerte meg. Ahogy a grafikonon is látszik, fej-fej mellett haladt a szavazás során a három vadvirág, míg végül a turbánlilium másodszor is lecsúszott a dobogó legfelső fokáról. A hetedik alkalommal meghirdetett versenyen végül a hóvirág győzött, amivel hazánk egész területén találkozhatunk, így Baján is. Ezek a virágok február elején nyíltak ki. A hóvirág, mint a többi más koratavaszi hagymás növény leginkább a félárnyékos helyeket kedveli, úgy, mint például a mögöttem látható területet itt a Bajcsy-Zsilinszky úton az újvárosi lakótelep egyik zöldövezetében. A hóvirág egy évelő növény, amit ha ősszel elültetünk és falevéllel letakarjuk, akkor nem fagy meg. A koratavasszal elmúlnak a mínusz 10 fokos hidegek, ha levelet lehúzzuk, akkor ilyenkorra már, mint itt is a példa mutatja, megjelenik a sok virág, és ha ez itt marad, nincs kiszedve, akkor szépen nagy foltot alkot. Az idén kicsit később nyílt ki a tavasz egyik első hírnöke. Ezt a területet nem fedi lomb, ezért gyorsabban melegedett fel a talaj, ami kedvezett a virágzásnak. A talaj még nincsen 7 fokos, és a 7 foknál már nagyon jól érzi magát a hagyma, akkor már vetést is csinálhatunk a szabadba, de amíg ez hűvös, addig csak olyan helyeken jelenik meg, ahol egy védett, napsütötte terület van, vagy épület is tartja a hőt, és még este az is segít, vagy pedig olyan környezet van, ahol szinte egész nap reggeltől délutánig tud a nap érvényesülni, és a talajt nem fedi vastagon levél vagy bármi mulcs. Itt, ahol látjuk, itt a környéken nincs lomb, emiatt rendkívül hamar fölmelegedett ez a homok, nem nagyon vizes talaj. Ezért van most virágzás. Van korábban virágzó is. Van sárga virágú téltemető, ezen a környéken nagyon sok. Van a szép kék virágú fürtös gyöngyike, ami a hóvirággal együtt ültetve rendkívül dekoratív színes foltot ad, és ezeket egy gyepes területen is lehet telepíteni, vagy olyan épületek, járdák mellé, ahol az emberi forgalom, örömöt talál abba, hogy kora tavasszal alig ment el a hó, és már megjelenik. Sajnos idén ez kicsit későbbre halad, mert a talaj még nincsen 7 fokos, és a 7 foknál már nagyon jól érzi magát a hagyma, akkor már vetést is csinálhatunk a szabadba, de amíg ez hűvös, addig csak olyan helyeken jelenik meg, ahol egy védett, napsütötte terület van, vagy épület is tartja a hőt, és még este az is segít, vagy pedig olyan környezet van, ahol szinte egész nap reggeltől délutánig tud a nap érvényesülni, és a talajt nem fedi vastagon levél vagy bármi mulcs. Itt, ahol látjuk, itt a környéken nincs lomb, emiatt rendkívül hamar fölmelegedett ez a homok, nem nagyon vizes talaj. Ezért van most virágzás. Magyarországon hol él meg a hóvirág? Hát félárnyékos erdős területeken, ahol nincs taposás, mert arra tönkre megy, és ott, ahol ültetik. Rendkívül nagy. Valamint hajtatni lehet. Ezelőtt olyan 3 hete már árulták az áruházak, meg különböző virágboltok, hiszen cserébe ültetve úgy, hogy a hagyma alsó harmada van a talajba, a többi kilátszik, és hát melegen tartva megindul, mihelyt elkezd virágozni, akkor tudjuk feltölteni a cserepet. Akár 5-10 centis átmérőjű cserepekbe egybe berakunk 4-5 darabot, és egy szép csokor lesz, és cserepet becsomagolva vagy átültetve már is egy szép ajándék, annélkül, hogy erdőben még
nem is látunk. Örül annak, hogy a hóvirágot választották az évad virágának, tette hozzá a szakember. Nagy élmény az, hogy olyan növény, ami már tavasszal elindítja azt a gondolatot, hogy kell figyelni, és ha felhívás jön újabb az évvirága címre, akkor már tudják, miről van szó, hiszen az legelső szabadban nyíló, vagy második legelső virág, aminek örülhetünk. Sokféle fajta hóvirág van. Van dupla virágú, van kicsikét színes, hegyű, van apró virágú, van csokrosan elágazó is, tehát nem csak egyféle hóvirág létezik, hanem több fajtája, meg fajból is van több. A hóvirág az amarillis félék egyik legismertebb növény nemzetsége. 20 fajuk ismert, Magyarországon 4 fajt láthatunk. 2005 óta védett növény, természetvédelmi eszmei értéke 10 000 forint. Kedves nézőink, ennyi volt mai adásunk, köszönjük a figyelmüket. Ezt a műsort visszanézhetik a Bajai Televízió honlapján és a YouTube csatornán is. Friss összeállítással pedig legközelebb, április utolsó péntekén várjuk Önöket a képernyők elé. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!